Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Tivany Televízió nézőit, Szekeres Kornél, címzetes rendőrön, nagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó vagyok. Október 1-e közeleg, az idősek világnapja. Nagyon fontos, hogy a magyar rendőrség, így a Balatonfüredi rendőrkapitányság is kiemelt figyelmet fordít az idősek áldozattá válásának megelőzésére, illetve az ezzel kapcsolatos prevenciós és rendészeti tevékenységre. Fontos feladatnak tartjuk az idősekkel való kapcsolattartást, kiemelten az idős egyedülálló személyekkel, hiszen ők életkorukból, élethelyzetükből adódóan kiemelten veszélyeztetett kategóriába tartoznak az áldozattá válás szempontjából. Ennek érdekében az egyenruhás rendőreink folyamatosan gyakorlatilag kapcsolatot tartanak a kis településeken, illetve a nagyobb településeken élő, egyedül élő idősekkel. Fontos feladatnak tartjuk ezt, hiszen a megelőzés szempontjából is kiemelt, hogy érezzék a rendőri jelenlétet, illetve ha bármi ilyen jellegű probléma van, akkor időbe tudjon a kapitányság reagálni. Megelőzési szempontból kapitányság illetékességi területén működő nyugdíjas klubokban prevenciós előadások kerülnek megtartásra. Itt minden egyes esetben kitérünk azokra a legfontosabb, legjellemzőbb elkövetési magatartásokra, amelyekkel akár az időseket próbálják megkárosítani. Itt kiemelt figyelmet fordítunk a különféle trükkös csalással elkövetett bűncselekményekre, azokra a trükkökre, azokra a fondorlatokra, amelyekkel megpróbálják az idős emberek bizalmát, lelkiismeretét kihasználva, illetve tőlük adott esetben bármilyen fondorlattal készpénzt kérni. Nagyon fontos ez ügyben, hogy mindenképpen az idősek is megtanulják és érezzék, hogy a mai felgyorsult világban kiemelten kell figyelni minden egyes helyzetre, hiszen mondhatni azt már nincs olyan trükk vagy fondorlat, amivel ne akarnák adott esetben őket befolyásolni. Kiemelném adott esetben a különféle legismertebb bűncselekmények közül az unokára, rokonra hivatkozással kapcsolatos csalásokat. Kiemelném, amikor valamilyen nyereményjáték érdekében idősektől próbálnak készpénzt kicsalni, vagy azt is már tudatosítani kell mindenkiben, hogy nincs olyan nyeremény, illetve nyereményjáték, ahol már nyertünk valamit, de annak átvétele érdekében nekünk előre kellene bármiféle készpénzt utalni, akár egy telefonszám feltöltőkártyás rendszerre, vagy bármilyen más módon. Nagyon fontos volna, ha probléma is gond van, az idősek időben jelezzék az elkövetett bűncselekményt, hogy időben tudjunk reagálni, és a lehető legtöbb információval segítség a rendőrség munkáját. Kiemelném az áldozatsegítő szolgálatok igénybevételének jelentőségét. Gondolok itt az azonnali pénzügyi segítségre, az érdekérvényesítésre, a jogi segítségnyújtásra, illetve az állami kárenyhítésre, hiszen adott esetben ez komoly segítséget jelentett egy idős embernek is, amennyiben már áldozattá vált, és olyan élethelyzetben került. Ezeket a szolgáltatásokat akár a megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatánál, illetve bármely városi kormány vagy járási kormányhivatalnál már igényelhetik az idősek. Úgy gondolom, hogy fontos mindenki számára, hogy az idősekért tegyünk. Nagyon fontos a család, a rokonság szerepe, folyamatosan látogassák az időseket, tartsanak velük kapcsolatot, legyen egy folyamatos kontakt annak érdekében, hogy ne történjenek adott esetben olyan események, mikor valaki teljesen egyedül kiszolgáltatott állapotba kerül. Fontosnak tartom megjegyezni, az internet, az infokommunikáció elterjedésével egy olyan felület keletkezett, amely az idősek szempontjából, idősek áldozatválása szempontjából is egy veszélyforrás lehet, hiszen számtalan trükkös csalás, számtalan hirdetés kapcsán is adott esetben idős emberektől is lehet pénzt kicsalni, akármilyen hirdetés kapcsán. Itt erre is felhívnám mindenképp az idős emberek figyelmét. Nagyon fontos volna a trükkös módszerek kapcsán, hogy mindig legyenek éberek, hiszen a legegyszerűbb emberi tevékenység, gondolok itt, hogy valaki rosszul létre hivatkozik, vagy kér egy pohár vizet, vagy adott esetben váratlanul becsenget hozzánk, vagy adott esetben bármilyen mondva csinált ügyjár, a legfontosabb cél számára, hogy bejusson az időshöz, és onnantól kezdve, hogy egy idős ember egy másik, egy fiatallal kiszolgáltatott helyzetbe kerül, bármi megtörténhet, ő kiszolgáltatott helyzetben van, és az a legfontosabb, hogy ezt mindenképp elkerüljük. Vagyonvédelem kapcsán kiemelten fontos volna, hogy amikor egyedül áll és otthon egyedül él, tehát vadidegen embert ne engedjen be csak úgy az ingatlanába, hiszen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, illetve legyen szolgált utazásról, bevásárlásról mindig legyenek éberek, hiszen adott esetben egy csökkent figyelem, egy csökkent éberséget már kihasználhatnak oly módon, hogy bármikor egy idős ember áldozattá válik.
Én fontosnak tartom, hogy a társadalom, így minden egyes ember is figyeljen az idősekre, hiszen minden generáció valamikor megtapasztalja, hogy milyen idősnek lenni. És ha jó példával járunk elő, illetve figyelünk az idősekre, akkor ez a generációkon keresztül kialakul az emberekbe, és így úgy gondolom, mindenki a magatartásával tud tenni, segíteni, annak érdekében, hogy egy idős ember ne váljon bűncselekmények, vagy akár balesetek áldozatává. Ez a célunk, ennek érdekében tesszük a dolgunkat, segítsen mindenki ezt a munkánkat, hogy valóban az idősek ne váljanak bűncselekmények, illetve szabálysértések áldozatává.